Mai előadó pedig Miklósi Ádám, Erte Biológiai Intézetében Ekológia Tanszék vezetője, és egy egészen egyedülálló kutatássorozatnak vezetője. Tehát vannak Magyarországon világszínvonalú kutatások, de itt nem csak egy kiemelkedő kutatásról van szó, hanem lényegében iránymutató kutatásról, tehát a világszinten kezdeményeztek és tettek most már nemzetközileg elismert kutatási vonallá, ami a kutya ekológia kutatása. Ja, aki kutyás, az tudja, hogy a kutyák rettet tűzdalmasak, de a tudomások már lesenek a kérdés, és a hétköznapoknak, az anekdotáknak a cárkörébe utaltak. És Miklós Ádám egy sokkal terült rá arra, hogy nagyon-nagyon sokféle etológiai kérdésre pontosan ők a legizgalmasabb vizsgálati alanyok, és elkezdtek a tár ellenőrizni, aztán megfordították a tárat, gyakorlatilag most már ez egy nemzetközi nagyon egyetlen kutatási irány, ebből fog most nekünk egy átépítő előadást. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, valóban Miklós Ádámnak élet is. Közben szinte már meghatottam, ilyen szép bevezetőt még sosem kaptam ma Viktortól. Nagyon köszönöm a meghívást is, és hát valóban lesz kutyákról is szó, elnézést azoktól, akik csak azért jöttek, mert kutyákról lesz szó. Én, aki engem ismer, azt tudja, hogy én nem vagyok egy erős kutyás. Azért meg vagyok velük, tehát semmi gond nincsen, de azért az életnek vannak jó más szép része is, és azt én igyekszem azért valamilyen bemutatnom. Igazából a terv az valahogy úgy néz ki, hogy egy picit sok mindenről lesz szó, de nyilván valami mindenképpen kapcsolódik a kutyákhoz. És amikor Viktor írta ezt az e-mailt, hogy én felkérem a mai előadásra, az pont egy olyan hét volt, amikor ilyen témákkal foglalkoztam, többek között azért is, mert már akkoriban, ugye korábban megjelent egy publikációnk a Topár József kollégával, aki régi barátom kollégám, és nagyon sokat köszönök neki, ebben a kutya-ember együttéléssel kapcsolatban, és akkor a héten akárki hívott engem valami ügyben, mindig mondtam, hogy akkor én beszéljek, én a barátságról szívesen beszélek, és Viktor is pont ebbe esett bele. Így én reméltem, hogy ő azt fogja mondani, hogy ez nem igazán érdekel, de aztán azt mondtam, hogy ez neki tetszik. Így most itt vagyok kutyával, barátsággal, mindennel, kell valamit vele csinálni. Ez nem egy elpróbált adás abban az értelemben, hogy nem tudom, hogy fog sikerülni, lehet, hogy leragadok egy-egy helyen, és lesz ennek egy dégi netesség aggódni, amit én azok figyelek. Tehát lehet az, hogy egy-egy fólyát átugrunk, pusztán azért, mert az idő azért mégiscsak szorít, és barátság ide, barátság oda, azért nem akarunk itt együtt barátkozni férfi felteltővel. Tehát a téma az valami ilyesmi, és annál is inkább, mert ez egy picit elmutat majd, és én igyekszem ezt kihangsúlyozni, az etológia, az egy nagyon furcsa tudomány. A Viktor célzott rá, hogy ugye most a kutyától eltekintve is, ez egy olyan, mint a foci, ez mindenkinek ugye viselkedés, barátság, mindenkinek valahol a fogalma, véleménye, legyen filozófus, vagy pedig éppen a villamos vezető. Tehát nehéz úgy hozzászólni ilyen dolgokhoz, hogy mit lehet mondani, és ezekben a kérdésekben, és ugye eleve, ugye megvan az a lehetőség, hogy az etológia kicsúszik a tudományosának a keretei közül, ezért ugye egy alternatív címet is feldobtam, ugye egy autó, az SRE etológiája, ez több komolyan hangzik, még van is egyébként értelme, de én meg fogok maradni annál, hogy barátság, tehát visszaugrok erre az eredeti címre. Csak azt szeretném mindenkinek mondani, hogy amikor én barátságról beszélek, ez nem Arany és Petőfi barátságra lesz, nem is egyfajta ilyen misztikus kutya-ember barátságra tetszik, hanem ez szigorúan a barátság fogalmának a biológiai értelmezése, ha tetszik etológiai értelmezése, azaz, hogy mi a barátság funkciója egy adott faj, vagy a mi esetünkben két faj életében, és arra fogok megpróbálni kísérletet tenni, hogy valahogy definiáljon ezt a barátságot tudományos értelemben, etológiai szempontból, és meglátjuk, hogy ebből a definícióból aztán hogyan lehet tovább lépni, esetleg valami érdekes következtésre jutni, alkalmazásra jutni. Tehát az elején én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy a végén ez leszokott maradni, hogy az adásra hirtelen fog véget érni feltehetően, hogy először is borzasztóan hálás vagyok mindazoknak, akikben a kutatásban részt vettek. Ez egy 20 éves munkának lesz egy ilyen apró szerete, amit most itt elő tudok adni. Részben persze a támogatóknak, az MTA-nak, az Európai Uniónak, a Műszaki Egyetem Kutatóinak és még sok-sok más egyetemnek, többek között az ELTE-nek is, illetve annak a rengeteg embernek, akikből egy szeretet most éppen a viszont a frissen
készült, sok ember tartalmazó képen tudok bemutatni, akiknek a munkája így vagy úgy hozzájárulhat, amiről én most beszélni fogok. No, a tartalom pedig úgy néz ki, egy picit beszélünk a szociális csoportok szerkezetéről, hogy mégis az etológus erről mit gondol. Aztán ez a bizonyos veszélyes barátság téma, amivel meglátjuk, mit lehet vele tenni. Részben ez át fog vezetni minket a kutya-ember kapcsolatának az értelmezéséhez, ami egyébként kutyás vonalon, és itt most, ha vannak ilyen gyakorló emberek a közönségben, akkor látni fogják, érezni fogják ennek a gyakorlati problematikáját is, de erről sokat most nem beszélek. Aztán egy picit, ha lesz idő, és igyekszem a tudományt is bekapcsolni olyan szempontból, hogy egyet konkrét kísérlet kapcsán nézzük meg, hogy a barátsághoz kapcsolódó elemi viselkedésekről mit tud a tudomány kutya és ember vonatkozásában, és aztán ez az egész nagy tudományt, amit itt összehordunk, megpróbáljuk alkalmazni, már csak azért is, hogy embertartó soktól manapság elvárt az, hogy némi kis pénz után, vagy megkapása, vagy megnyerése után valami hatalmas, hogy mondjam, alkalmazható találmányhoz vezessék be az emberiséget. Ez egy kicsit ilyen alkimista megközelítés a politikusok részéről, de bocsássuk ezt meg nekik, ezt nagyon szeretnék hangsúlyozni. Ilyen értelemben megpróbálok egy picit eleget tenni ennek az elvárásnak. Oké, hát a dolog az valahol a tyúkok körül kezdődött, ami egy kicsit meglepő lehet talán most ezek ennek bevezető után, de érdemes talán megismerkedni ezzel a hosszú és bonyolult nevű norvég etológussal, Schelder Ebbével, aki, mint kiderült számomra most, hogy készítem az eladásra, már 10 éves korában borzasztóan érdeklődött a tyúkok iránt, a tyúkoknak a viselkedése iránt, és otthon kertjében megfigyelte ezeket az állatokat, és hát valószínűleg nem 10 éves korában, de aztán, amikor etológussá sikerült, ugye megpróbált azt a problémát kezelni, hogy jó, hogy mi látjuk egyes egyedek viselkedését, de hogy tudnánk megfogni egy csoportnak a szerkezetét, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy egy csoport, hogy működik egy ilyen csoport, és a balonf udvar az láthatóan egy nagyon izgalmas terep volt, vagy lehetett ez számára. Akkoriban nem mindenki tudta, hogy vannak a csoportnak szerkezete, de hogy lehet ezt leírni valami értelme, objektíven ez nem volt teljesen világos. És ő volt az, aki mégis aztán az ötletet vetette föl, vagy és aztán gyakorlatban ki is próbálta, hogy az egyik lehetséges megoldás az az, hogy megfigyeljük, hogy a csoportban lévő tyúkok, például az ő esetében között milyen interakció van. Az interakciónak sokszor van egy ilyen kimenetel, az egyike győzni fog, mert elkergeti a másikat például egy táplálék szemcse közeléből. Tehát tulajdonképpen a feladat ebben az esetben az, hogy megnézzük, hogy ebben a párharcokban ki fog győzni, és össze tudjuk számolni, hogy kinek már győzelme van, és egy ilyen győztes rangsort fogunk alkalmazni, vagy fogunk létrehozni, amit aztán a csoport szerkezetnek egyfajta jellemzője lesz. Ugye egyébként ezt a módszert ma a sportban is alkalmazzák, tehát ugye teniszben mindenhol, ahol ranglisták alapján működnek a sport események, vagy szervezőknek, ugyanezt a logikát használják lényegében. És itt van egy ilyen rangsornak egy kvázi, hogy mondjam, rövid összefoglalása, aminek ugye az a lényege, hogy ez a tyúk a rangsor tekerében feltettően azért, mert a legtöbb győzelmet szerezte a megfigyelések során, és itt van a szegény tyúkunk, ugye a rangsornak az alján, aki hát valószínűleg nagyon sok vereség birtokosa, illetve nagyon kevesebb győzött. Ez aztán ennek a megfigyelések alakították ki ezt a nézetet, ugye, hogy a csoportoknak van egy struktúrája, ezt elneveztük hierarchiának, és a hierarchia következően ugye beszélünk alá-fölé rendeltségből, és van itt nekünk ugye egy alfa tyúkunk, ugye a görög ABC betűit a kutatókkal is használták többek között ugye erre a rangsornak az egyes tagjainak a megnevezésére, és innen vannak ezek a festő kifejezések, hogy alfa hím például, tehát ha valaki ezzel gondolkodik, hogy miért volt alfa, hát lényegében ezt a norvég etológusnak köszönhetjük. Na most, ez egy nagyon jó koncepció, és valóban nagyon hasznos sok esetben alkalmazzák, de a kutatóknak azért ugye nem csak tyúkok állnak rendelkezésre, hanem más fajokat is megfigyelnek, és ha valaki sokáig figyel meg egy szociális közösséget, akkor azért gyanakodni kell. Lehet, hogy azért nem minden szociális közösség szerkezete írható le jó ezzel a módszerrel. Nagyot fog ugrani, majdnem 100 élet,
és a Flapping the Bar és még sokan mások is, amikor ezek gondolkoztak, akkor valójában rájöttek arra, hogy jó ez a hierarchikus rendszer, lehet is használni, de a szociális közösség ennél bonyolultabbak, sokfélébbek, és csak röviden a sokszöveg igazából nem érdekes, hogy inkább neked szól. Makákok különböző fajban, itt láthatunk éppen egy egymásnak eső Rhesus makákok pár, két hímet, itt pedig medve makákok békésen falatoznak, tehát a makákoknál nagyon sokféle csoport, közösség van, és ezeknek a csoportnak a leírására, hát nagyon nehézkes ez a klasszikus, hierarchikus modell, és Dömál és a munkatársai hát próbáltak egy ilyen kicsit lazább rendszert felépíteni, ami persze egyben azzal is jár, hogy a módszere egyre nehézkesebb lesz ezeknek a leírásához. De ők azt mondták, hogy vannak despotikus csoportok, hogy ezek lesznek azok, amelyek megfelelnek lényegében a csúkok által is képviselt társaságnak, de viszont vannak olyan csoportok, amelyeknek elrendezett toleránsnak, relaxáltak, vagy akár egalitáriánusnak, ami azt jelenti, hogy a csoporttagok nagyjából olyan egyenlőek, olyan hasonlók egymáshoz. Nem lehet megállapítani ezt a bizonyos különbséget. Igazából még van egy furcsaság, és ugye ezért is kezdtem az eladást ezzel a barátság kérdéssel, hogy az etológusoknak vannak ilyen két illetők van lényegében, nagyon sokszor. Vannak az a hivatalos etológus, aki ilyen úgy beszél konferencián, és igyekszem én is így beszélni, hogy nagyon hivatalosan, de amikor hazamegy és otthon beszél a kedvenc állatáról, megfigyeléséről, akkor bizony egész más szavakat szokott használni. És egy ilyen kedves publikáció, ami nekem mióta tetszik, ugye ez a cikk, ami az a cím, hogy Using the F-word in Primatology, tehát a szerző ki sem meri ejteni azt a szót, amit ahol úgy gondolja, hogy friendship. Mert tudja azt, hogy ha megfigyelünk, akár a csoportban élő konumókat, de lehetnek medvemakákok is, akkor az embernek mindenfajta klasszikus hierarchiára vonatkozó elképzelése ellenére az a benyomása támad, hogy bizony ebben a csoportban barátok vannak. Most hogy a szözben lehet barátokat kimutatni, ugye ezzel a klasszikus, mondjuk azt, hogy csípésen alapon, tehát kigyőznek ki, hiszen barátok ugye nem szoktak így viselkedni egymással. Tehát ilyen szempontból ugye a primatológusok, vagy a kutatók is nagyon korán belekerültek ebbe a csatába, hogy volt egy jó módszert, amit alkalmaztak, de ez nem volt hatékony a csoport szerkezetnek a pontos leírására. És Barbara Szint, lehetne talán egy hölgy az illető, megpróbálta először definiálni mi az, hogy barátság, ami hát egyelőre még csak főleg szavak tekintetében valami külső segítségnyújtásra vonatkozik, amely azt jelenti, hogy a két barát különböző szociális helyzetben támogatja, segíti egymást, és nyilván ezt úgy teszik, vagy pontosabban a hipotézeink úgy teszik, hogy ezért nem várnak, bocsánat, azonnali támogatást, segítséget a másik részéről. Ráadásul ettől részben függetlenül, a szerzők itt azért részben át is vennek, megfigyelték azt, hogy vannak itt olyan furcsa viselkedések, főleg majd magán lesznek térni, hogy farkasoknál, egyébként kutyáknál is van, hogyha például összeismerekszik két egymással, és valamelyik adott esetben győz, akkor ez a győztes a harc végén lezárultával oda megy a veszteshez, és úgy, hát úgy elvannak egymással. Nem kezdenek el hosszú beszélgetésben, meg semmi ilyesmiben, de valamiféle furcsa ilyen együttlét alakul ki, ami a vereség vagy a győzelem utáni időszakra különösen jellemző. És ezt kutatók ugye megírnak az etológusok ezekkel a saját magukra alkalmazott szavakkal, hogy a békítésnek nevezték el, amit persze rögtön mindenki elkezdett tiltakozni, ez milyen balkaság, hogy békítésnek hívnak egy ilyen egyszerűnek tűnő esetet. Tehát vannak ilyen furcsa jelenségek, amik nem passzolnak bele a klasszikus hierarchikus elképzelésbe. Na most, hogy miért, hogy kell az egész ide? Hát úgy kell ide, hogy a kutyák esetében ez egy régi probléma, hogy hogyan értelmezzük a kutya és az ember kapcsolatát. Mit lehet erről mondani? És a klasszikus mondás nagyon hosszú időn keresztül, és nagyon logikus módon egyébként felépítve, az azt mondja, hogy milyen szövegeket lehet találni még talán ma is, egy csomó könyvben, hogy ugye azt tudjuk, ma már főleg tudjuk, hogy a kutya egyetlen és igazi őse ma élő farkasokkal közös ős lehetett, tehát egyféle farkas típusú ország. És ugyebár innen történetünk hangzik, hogy a farkában élő farkasok küzdenek a túlélésért, minden farkas a célja a farkában, ő lett a domináns egyet,
akkor ugye ő tudja az utódokat, hát a világra segíteni, az ő gényeik volna körülbelülni, így tudja biztosítani a siker. Tehát, ha az ember olyan azt a hibát követi el, hogy mondjuk talál az állatkarton egy kis szerencsétlen kidobott kis kölyökutyát, és hazaviszi, akkor valójában ő azt teszi, olyat követel, hogy a kutyának egy falkát szervez köréje, és ugye a gazdának már, aki pontosan megmentette a szegény kutyatököt, az egyetlen feladata az, hogy ő mint falka vezér viselkedjen a kutyával szemben, és ilyen értelemben ugye emlékezünk a klasszikus hierarchiai modellre, mindig győzöm, hiszen a domináns nap lesz a tulajdonsága az, hogy ő egy győztes valami. És akkor vannak ilyen történetek, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, inkább nem szabad a kutyának megengedni, és akkor nem lesz semmi probléma. Egyébként a kutya mondjuk egy ilyen, nem tudom én, akármilyen fajtájú, hát külön az ember fejére nőhet, szokták ezt lényegtően mondani. Na most egy kis probléma van ezzel a történettel, röviden összefoglalva, kiderül körülbelül egy kutyának éve, hogy a falka sok ennyi ilyen. Egész egyszerűen az a farkas legenda, ami a világban elterjedt, és még mindig nagyon tartja magát, az, ha úgy fogalmazom, hogy egy műtermék, egy klasszikus műtermék, akkor adódik, hogy a farkasokat fogságban figyelték meg, és a természetben valódában a farkas egy családi modellben él, tehát itt egy nagyon erőszoros rokonsági kapcsolat van, és nyilvánvalóan van egyfajta törekvés arra, hogy a családban az illetőnek a pozíciója az megerősödjön, de van még egy fontos jelenség, az pedig az, hogy a farkasok, mikor bizonyos korba elkerülnek, leginkább mondjuk a 2-3 éves kor körül, akkor elmennek a családból, és önállóan alakítanak farkát. Tehát a farkasok nem az a célja saját közösségén belül ő legyen a ranglétrán a tetején, hanem nyilvánvalóan megerősödve, tapasztalatokat szerezve elmegy, és aztán a többi idegen farkassal, ha tetszik, fog teritoriumén egyébként küzdeni. Tehát például azt lehet mondani, hogy a farkas mítosz és a ráépülő emberkutya viszony az igazából nem segít a probléma megoldására. Szerencsére azonban kutató fantáziára lételem, a gazdáké is hozzá kell rögtön tenni, és nagyon régóta volt egy másik irányzat, amely azt mondja, hogy hát valójában ez a kutya, ez tulajdonképpen olyan egy gyerek. Ez főleg ilyen nagyon értelmiségi körökből szoktak ezen gondolatok elindulni, tehát hogy igazából a kutya ilyen gyerek pozícióban van, azt úgy is kezeljük sokan, beszélünk hozzá, ugye, és azok úgy se ért meg, mint a gyerekek nagy része, egyébként sokszor ilyen 25 éves kori is nyertek az állapot, tehát egy csomó ilyen helyzetben találjuk magunkat a kutyával, és igazából ez már Darwin óta, hogy a köztudatban lenni ez a dolog, valójában itt egy ilyen szülő-gyerek viszonyban. És vannak ilyen könyvcímek. Egy el az első újságcikk, ami megjelent rólunk a 2000-es évek elején, az Almost Human, ugye majdnem ember szalagcímmel, ami egyfelől jó örültünk neki, de másfelől ugye ez a kutya ábrázata is olyan gyerekes, egy picit veszélyesnek gondoltuk ezt, mint egyfajta analógiát. De hát vannak ilyen könyvek, aminek ugye az a címe, hogy szőrös gyerekek, vagy hasonló bármilyen megmutációkat el lehet ezt adni, és valóban hozzá kell tenni, hogy mi is kicsit segítettük ezt a dolgot, mert Topályod a kollégámmal mi foglalkoztunk a kötődési viselkedés leírásával, ami egyébként a anya és a gyerek kötődésére jellemző, és valóban kimutattuk azt, és most a idő rövidségében nem fog végigmenni ez a hosszú listán, de kimutattuk azt, hogy az a fajta viselkedés, amit egy anya és egy, mondjuk azt, hogy egy és pár hónapos gyerek között megfigyelhető, akár laboratóriumi körülmények között is, az nagyon hasonlít ahhoz, amit egy felnőtt kutya a gazdájával kapcsolatban mutat. Tehát például az, hogy egy példát mondjak, hogy amikor találkoznak, akkor egy nagyon aktív üdvözlési viselkedést látunk a gyerek részéről is, a kutyák részéről is, vagy pedig amikor a kutyával a gyereket valami veszély fenyegeti, például a kísérletben valamilyen, hát ne tessék ezt úgy elképzelni, a nagyon gorosz, de sőt inkább nagyon kedves, de idegen ember közelít feléjük, akkor mind a gyerek, mind a kutya a szülőt, illetve a gazdát tekinti egyfajta menedékét. Tehát valóban ez a viselkedés egy nagyon jó meghatározható, sőt még arra is rávettük a Műszaki Egyetemnek a matematikusait, hogy csinálják nekünk egy ilyen modellt, matematikai modellt, ami alapján ugyanúgy le lehet írni a kutya viselkedését és egyúttal a gyerek viselkedését is. Ez mind nagyon jó, és már majdnem az ember azt gondolná, hogy hát akkor legyen.
Legyen egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat, azonban, ha jobban meggondoljuk, azért mégiscsak vannak itt problémák. Az egyik probléma az, hogy a kutyának rengeteg már dolga is van, mint a gyerekeknek. Például van egy ilyen problémája, hogy értjük azt, hogy az ember mindent megold a kutya a vonatkozásában, de a szabadását még azért mégiscsak neki kell elvégezni. Ehhez azonban, ha csak egy nagyon kudiasan és versősen közelítünk a dolgot, mégiscsak azért ott kezdődik a dolog, általában nem a szakodás részénél, hanem azzal, hogy neki meg kell ismerkednie más fajtásokkal, be kell tudni épülni egy közösségbe, valamilyen módon ebben mégiscsak részt kell venni. Ez egyik dolog. Tehát a másik ilyen probléma pedig ugye az, hogy hát a kutya nagyon sok esetben legalábbis nagyon komoly munkát végez, ezt lássuk be. Ennek minden előnyével hátrányával, és nem ilyen tekintetben nem jobb és rosszabb, mint a munkát végző ember, tehát nyilván ő is hibázik, de ezzel együtt ilyen a felelőssége is van. És rengeteg olyan kutya, hogy egyik képen mutatom éppen csak röviden, mert még mutatok talán videót és sorra, hogy például a vak vezető kutyák, ugye az nem egy játék, amikor az ember kutya és egy vak emberért felel, és nem a, nincsenek telefonságok azzal, hogy vakember is vagy kutyáját ütötték el autó Budapesten, sok mindenkit említnek, de speciál őket nem. Azért talán jobban nem, mert a kutyának valami eszem, hogy akkor megy át a vakember az úton, amikor mindig nem lát autót a közelben, míg ez más embertársaira sokkal kevésbé jellemző. Tehát ilyen értelemben a kutyának tényleg komoly felelőssége van, és inkább végez. Hogy tudom ezt összehozni azzal a dologgal, hogy a kutya az én gyerekem? Ugye? Hát egy két éves gyereket meg lehet próbálni megtartani vakvezetésre, de mondjuk nem is ügyelmemes sem. Mikor azt mondtam, akkor nem minden kutyaság kirekült felmesen. Tehát valójában ez a gyerek-kutya modell, ez jó, vannak valóban hasonlóságok, de próbáljuk is tovább előre az előnkat, és mit csinálni. Most ebből, hogy si elvesztek vonalat, akkor mit kell csinálni mindig? Hát visszavonul a hegyekbe, megkérdez az öregeket, és mit mondanak az öregek, mi a kutyája az embernek, a legjobb barát. Hát igen, ám rendben van, ez most így érthető, de a barátságban, mint mond az etológus, ugye? Tehát ott vagyunk a problémával, ahol kezdtük, hogy ki kéne találni a barátság etológiáját ahhoz, hogy értelmeztük ezt a helyzetet. És valóban a kutya kell gondolni az egészet, visszamegyünk Barbara Seedhez. Ha már elkezdett gondolkodni 10 évvel ezelőtt, akkor gondoljuk is a dolgot tovább, illetve ne csak a makákok barátságáról beszéljünk, ami felpillanat most minket kevés izgat, hanem nézzük meg, mit tudunk kutyaember vonatkozásában mondani. És akkor elindulunk itt, hogy a kutya és barát az mit jelent, és valójában rögtön az első pillanatban rájövünk, hogy hát ugye a makákoknál van egy ilyen érdekes háttér részlet, hogy nagyon sok esetben a barátságot az is zavarja a biológiának, hogy rokonokról van szó. Például ugye az a fajhoz tartoznak, hogy akkor is távolabb van ilyen értelemben. Ugye a kutya nem rokon, tehát elvileg a barátság sokkal tisztább formában nyilvánul meg, hiszen nincs egy genetikai közös háttér, ami ha úgy tetszik érdekében áll ez a barátság. Itt pusztán a barátság, amennyiben ez létrejön, ez tényleg a két egyennek egyfajta döntése tud lenni. Aztán valóban, amit tapasztalunk, úgy általában beszélve, most még csak kutya esetben barátságban, az az, hogy nagy hajlandóságban szövetség kialakítására, kutya és ember részéről együttműködésre. Ez nem azt jelenti, hogy a rabszolgő kutya önként jelentkezik a munkára, ez azt jelenti, hogy viszonylag könnyen lehet egy kutyát rábeszélni a tevékenységre, és ha sikerül, akkor ezt nagyon szívesen 20 éven keresztül végzik. És az ember és a kutya is rengeteg példa van, rendkívül sok féle formában nyújt támogatás egymásnak, érzelmi is más is. Ráadásul az az izgalmas ebben, hogyha megnézzük a humánpszichodalmat, akkor kiderül, hogy a barátság esetében, a baráti viszonylatban emberek esetében is nagyon jól értelmezhető csomó minden más viselkedési képesség, többek között a kötődés is. Tehát a kötődést pszichológusok teljesen függetlenül leírták barátok között is, mint egy nagyon hasonló folyamatot. Tehát nem vagyunk arra rá kényszerítve, hogy csak gyerek és szülő között tudjunk kötődésre beszélni. Valójában felnőttek is kötődhetnek egymáshoz, és ilyen szempontból a barátság egy nagyon jó alkalom erre. Ugyanakkor a barátság logikának egy másik előnye, hogy a partner az biológiai és akár pszichológiai értelemben is szempontból egyenlő lesz. Tehát a kutyát nem úgy fogom kezelni, amikor én ilyen viszont vagyok vele, mint egy ilyen, hogy mondjam, gyerek, akire illetve vigyázni kell, és szegénykére mi történik, megfázik, megsúrja, most látható elindul Budapesten, és ez a kutyakabát, kutyazók, kutyakalap, 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 kutyak
arról van szó, hogy ez egy felnőtt egyen, akinek igenis lehetőséget adni, hogy például döntéseket hozzon, hogy legyenek önálló élete, és ezt meg kell tudni neki valamilyen módon adni, és ez pontosan azért fontos, mert a gazdám azzal, hogy bele készíti a kutyát vagy farkas, vagy gyerekszerepbe, teljesen fölborítják szegény kutyának a normális világát, mert szerintem a kutya leginkább barát szeret lenni, erről most már meg vagy győződve, csak nem hagyjuk neki. Mindig azt mondjuk, hogy majd ezt én nem csak helyettem. Az ember a barátjánál azért érez egy határt, hogy meddig megy el, és honnan van ez az önállóság. Tehát valójában a koncepció magában nagyon jó, vagy szerintem levelem is érdemes belegondolni, tehát azért nem vagyunk, messze vagyunk a jó végétől. Ami tehát a barátságnak különösen izgalmas, hogy szemben ezzel a nagyon merev hierarchikus kapcsolattal, hogy bejön egy olyan lehetőség, hogy a barátság az nem adódik, ugye? Amikor két tyúk összeverekszik, egyik az vereséget szenved, a másik az győz. Ezzel a kapcsolat az megmarad, ugye egy domináns, szubordinás viszony, de nincs vele mit csinálni. Tehát holnap is ez lesz valószínűleg, mert holnap is elkergetnek, illetve jó, mert nem is mindenki oda. De egy barátság, hogy ez egy teljesen más típusú kapcsolat. A barátság csak akkor marad fenn, hogyha mind a kettő úgy gondolja, és ebbe, ha tetszik, ugye csúnya szóval, angolból átéve, menedzseli ezt a kapcsolatot, tehát valamit tesz érte, és ennek megfelelően viselkedik. Tehát a barátság az nem magától jön értelme létre, nem egy egyszerű esemény, hanem ennek nagyon sok következménye van. Tehát ahhoz, hogy valaki barátság tudja lenni, akár ember, akár kutya, speciális képességekkel bírnia. Nem elég az, hogy egy kalapács kolongászom, és mindenki nagyon csak fog kapni elénkelni. Ebből nagy barátság nem szoktak születni. Tehát a lényeg az, hogy beszélünk a szociális kompetencia, aminek vannak mindenféle definíciói, vagy leírások, kevésbé fontos ez a mi szempontunkból. Ami a mi szempontunkból valójában érdekes, az az a nagy kérdés, hogy oké, okay, jó, hogyan kell nekem viselkedni, milyen képességekkel kell nekem bírni ahhoz, hogy én barátként tudjak működni, és itt most főleg a kutyára fog koncentrálni, ez nyilván az ember esetében is így van. Azaz, mi a jó barátság alapja, máshogy megfogalmazva, a barátsággal kapcsolatos szociális kompetenciának milyen elemei van. És ez azért is szerencsés, ha ide jutunk, mert innentől fogva tulajdonképpen most kezdünk bele az etológusi létünknek a kiteljesítésébe, hiszen most már akkor valóban képességeket keresünk, amelyeket vagy a megfigyeléseinkből, vagy mások anyagi munkájából, vagy akár hát saját tapasztalatunkból is tudunk meríteni. És az első pont, amit nagyjából ki is pipáltunk az elején, ez a kötődés. Tehát az, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy az ember kötődést alakítson ki, és ebben a kutya nem csak különleges, mert a kutyák úgy is tudnak barátok lenni, hogyha már ők felnőttek. Tehát felnőttként, ahogy egyébként az embernél is ez teljesen normális, tehát felnőttként is tudnak új kapcsolatokat kialakítani, kötődni, ami adott esetben az egész életre szól. Aztán együttműködés, ezt is említettem, erről már mindjárt egy kis példát bemutatok. Érzelmi állapothoz kötődő viselkedés ér felismerése. Tehát az a képesség a kutyában, hogy emberi, én nem mondom azt, és nem mondjuk még azt, hogy az érzelmeket a maga valóságában tudja értelmezni, de valamiféleképpen azt nagyon tudja minden kutyagazda is, meg mások is, hogy a kutyák borzasztóan érzékenyek arra, hogy az ember hogyan viselkedik, és adott esetben milyen érzelmeket fejez ki a viselkedésével. De a barátnak nem átfogja értékeny adott esetben, ez nem csak egy előnyös tulajdonság, de a barátságnak egyfajta fontos megnyilvánulása lehet, és még mindenféle más. És az az izgalmas az egészben, hogy igazából szerepelünk egy rendszerbe, egy tulajdonság kupacca, aminek különböző elemeit a kutya adott esetben vagy képes bemutatni, használni, vagy nem, és ami a kutatónak a feladat, hogy valami módon ebbe tisztán lássa. És nyilván az is elképzelhető, hogy adott esetben a kutya nem lesz képes valamelyik elemnek a használatára, ettől még ő esetleg egy nagyon jó barát lehet, hiszen nagyon sok olyan funkció van, amit el lehet látni, és itt nagyon fontos, hogy én funkciókról beszélek, nem mechanizmusról. Amikor azt mondja, hogy a kutya kötődik, az nem azt jelenti, hogy fedelem, hogy azok a elme, sőt, nem ugyanazok az agyi folyamatok állnak a kutya kötődése mögött, bármilyen emberős nyilván sok hasonlóság van mind a két esetben. Itt van például az egyik példa egyik működése. Hogyan működik együtt a kutya az emberben, és Madeleine Simának, hát most már nagyon régen,
voltak ezek a megfigyelései, amelyek arra utalnak, hogy a kutyának egy nagyon speciális sajátsága, ami érzékeny teszi őt az együttműködésre, és ehhez azt kellett megtennünk, hogy ők megnézték, hogy hogyan is működik együtt a vak és a vakgazda és a kutya, és egy gyors videót bejátszom, amelyet szerintem nem vesztünk túl sok időt talán, ami arról szól, hogy igazából a Pesti utcán nem egy élmény közlekedni még látó embernek sem, de amit itt lehet látni ez a videó, az az, hogy most egy vakember közlekedik, illetve egy vakember vezet a kutyája, és igazából úgy mennek, mintha látnának. Pontosabban, mintha vakember is látna. A legkisebb akadály sem zavarja meg őket, és lehet látni az autós, hogy oda nem segítik ezt a kísérletet, vagy hát pontosabban megmutatják, hogy milyen nehéz is a Pesti utcákon menni, a felét az igen, csak nézze, aki autókat szereti, azt tudja. De mindjárt átfognak menni ugye a járdán, és ott is lehet látni, hogy a kutya azonnal a pillanatban felismeri, miről van szó, amikor meg kell állni, megáll, ezt megfelelő viselkedése jelzi, nem viszi bele a szegényt a forgalom közepébe, hála Istennek, itt elfelejtottak is mennek tovább, és a kamera felvételt, ugye a Szima futotta, ott lehet látni meg a dolgokat, a kollégám, a vakután, és rögzítették az eseményeket. De most ugye ebből csak azt lehet látni, hogy hú, ezek nagyon jól csinálnak valamit. De valójában mi történt? Ugye amikor az ember így először kezd egy ilyen problémát, hát az egyik dolog az, hogy a vakember nyilván nem lát, a kutya meg lát, tehát igazából az egész munkát a kutya csinálja. Én nem csak ugye, hogy nem sokszor tudja, hogy mit kell, hogy hova kell menni. Tehát ez ugye menet közben is derül ki. Tehát vannak, akik azt gondolták, hogy az ember az, aki vezet, másoknak azt mondták, hogy a kutya az, aki vezet, vagy hát nagy részben mégis a különvezet. Amit Címáig csináltak, az az volt, hogy elemezték ezt a viselkedés sorozatot, hogy mit csinál a vak és mit csinál a kutya. És amit igazából figyeltek az az, hogy ha van egy közös akció, tehát például lelépés a járdáról, akkor megnézték azt, hogy ki kezdi ezt el. Melyik a fél az, aki először lelép, melyik az a fél, aki először kerül ki a, mit tudom én, az útba álló kukát vegye meg. És ha ezt a borzasztóan, hogy mondjam, munkaigényes falat elvégzik, akkor a következő állást lehetett elkészíteni, angol nyelven is, tehát Magyarországon is volt vizsgálat, de teljesen mindig a lényeget nem nézzük, ez nem érdekes, lényeg szempontjából. Ha itt van egy ilyen skála, ha itt van fönn egy érték, az azt jelenti, hogy a gazda kezdeményez mindig. Ha itt van lenne egy érték, akkor azt mondja, hogy a kutya kezdeményez mindig, akkor lehet látni, hogy akciótípusoktól függően változik, hogy ki az, aki kezdeményez. Elindul a gazda fog, mert ő dönti el, hogy most akkor megyünk, vagy nem megyünk éppen, tehát nagy esélye a gazda, nem, néha kutyák is besegítenek, általában a gazdák indítják az akciót. Kerülés, ugye a vakember nem lát, a nagyon kerülésén áll, tehát nagy valószínűség a kutyák fognak kezdeni ezt. Tehát van egy ilyen feladat megosztás a vak és a kutya között, hogy hogyan ebben a bonyolult feladatban kinek mi lesz a szerepe, és nem az a szerep, hogy mindenki csak egyet, vagy hogy mondjam, hogy csak az egyik fog mindig vezetni, hanem láthatóan feladatként van megosztás, sőt vannak feladat, amiben hol az egyik, hol a másik irány. A másik fontos megfigyelés az volt, hogy azt is megnézték Szimáig, hogy az akciós sorozat esetében milyen sokáig tartja valaki magánál a vezetés. Tehát ki az, aki mindig kezdeményez, vagy és hány ilyen akcióval egymás után, amiben mindig ő kezdeményez. És az a meglepő megfigyelés lették, hogy igazából ezek nem arról szól a dolog, hogy sokáig kezdeményez valaki, hanem a legtöbb akció az egy akció, a legtöbb akciósorozat az egy elem. Tehát egy akciónál az egyik fél kezdeményez, a következőt már a másik kezdeményezi. Vannak persze azért bizonyos százalékban ilyen hosszabbak is, meg valamikor, mit tudom én, akár három szekvencia, három elemű akció is a kutya vagy a gazda kezdeményez, de ezek igazából ritkák. Ebből, ha az ember a dinamikát megnézi, akkor azt lehet mondani, hogy valójában itt az van, hogy a két fél az borzasztó finoman összehangolja ezt a feladatot, és nagyon figyelve egymásra a vezető szerepet folyamatosan cserélik. Tehát amikor a kutya lát egy mondjuk egy kitolt kukát az útba, és ő elindul arra, hogy most akkor balra ellépünk, a vak ezt azonnal érzékel és el lehet megfelelően reagál. Ugyanúgy fordítva, hogy ha kap úgy dönt, hogy akkor most indulunk, akkor a kutya nem kezd el azon mostán vitatkozni, mit történik, hanem ennek megfelelően fog lépni. Tehát nagyon finom összehangolás van, amit nem feltétlenül
csak és kizárólag a kutya kiképzése okoz, hanem feltétlenül azt gondoljuk, a kutyáknak van egyfajta hajlama, érzékenysége az ilyen típusú együttműködésre, és arra, hogy ezt a vezető szerepet ezt ide-oda lehessen passzolni, pont ugyanúgy, ahogy egyébként barátok között ezt amúgy is írjuk. Egy teljesen másik kutatás, és a kettő között egy majdnem egy, hát egy fél emberöltő is lehet el, az, amit picit szeretnék bemutatni, annál is inkább, ez egy kicsit ilyen büszkeségünk is, hogy, és ha már egy Viktor együtt ilyen hosszú és kedvet a vezetőt tett, akkor igazoljuk is ezt vissza, hogy ebben a kutatásban sikerült először a világon azt megoldani, hogy a kutyát egy olyan helyzetben tudjuk vizsgálni, amiben önként ért dalolva lép be. A készülék, ami talán néhány ugyan azért is ismerünk, mert már valamilyen orvosokok miatt kellett benne feküdni, ez nem más, mint egy mágneses rezonancia alapú használó készülék, ami a mi esetünkben speciális módon átalakítva arra képes, hogy a bent fekvő lélek az a működő agyába teteki, és valójában azt ismerje meg, hogy külső eseményekre hogyan reagál az agy, és erről kapjuk valamiféle durva leírás. És az embernek ez egy régóta használt módszer, embernek meg lehet kérni arra, hogy maradjanak már nyugton ebben a csőben, akár néhány percig is, és közben a neurobiológusok elnézik ezeket a méréseket, majd mindjárt mutatok egy pár ilyen eredményt is. Kutyával azonban ezt nehéz elsőre megértetni, azonban Gáncsi Márta kolléganőm, aki hát nagy érzékkel, tehetséggel és szeretettel bánik ezekkel a nyilvánvaló barátainkkal, valamilyen tüktén fogva rábeszélte őket arra, hogy hát ez egy nagyon klassz dolog. Egy látható, hogy ez a Border Collie, mint egy fellépben erre a szerkezetre. Ez, én nem a hangot nem akartam most bejátszani, de úgy kell elképzelni, ez olyan, mint az ember az első világháború frontvonalában harcol a nem tudom én kik ellen, tehát ez egy nagyon hangos készülék, most ezek az okkal is hagyjuk ki. Borzasztó nagy zaj van, és ráadásul ugye a kutya egy nagyon természetellenes helyzetben van, itt látható közben még el is kell igazítani különböző megfelelő módon, és Márta, illetve Andi Csatila, ő a tanszín, ahol kutatócsoportban dolgozó neurobiológus, éppen felszerszámolza a kutyára, nem csak arra van szó, hogy ebben befekszik, és akkor ugye bekerül ebbe a csőbe, majd lehet látni, hanem rákerülnek különböző mágneses tekercsek, és ugye nagyon fontos az anatómiai pontosság miatt, hogy ezek nem mozoghatnak. A készülék nem tud mit kezdeni olyan adatokkal, amik hol itt vannak, ott vannak, tehát nagyon fontos, hogy maga az agy az ott legyen, ahol a mérés kezdetén volt. Ha a 2-3 mm-rel már arrébb mozdul, 6 perc alatt, és most mindenki házfalban lehet, hogy megpróbál 6 percig otthon nyugton ülni, mondjuk vacsora előtt, és meg sem mozdítja a fejét, akkor látja, mi a probléma lényege, akkor ez egy nehéz adat, és ugye fontos volt az, hogy a kutyák ezt önként teljesen önként csinálják valamilyen módon, tehát lehet látni, hogy most bement a kutyus a készülékbe, és hát ilyen értelemben ugye ez a módszer azt is lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a stimulusanyaggal meg tudjuk nézni kutya és ember agyának a működését, ami azért nem izgalmas, mert ugye a hagyományos neurobiológiai funkciós feltérképezés az sokszor elég durva módszereket alkalmaz, most jobb, ha ezekről nem is beszélünk. Itt viszont tényleg arról van szó, hogy egy 6 perces mérés után a kutyák most olyanból nincsen félve, vidáman kiugrott a készülékből, és mennek a dolgokra a gazdájukkal, sőt néhány kutya az alig várja visszakerülhessen, és újra valami mérés tudjuk végezni. Tehát ez már ilyen addikció is, de ezt akik halkan mondom. Az első kísérletben, ami tényleg azt hiszem, hogy sok kutatónak az érdeklődését felkeltette, két kérdést tettünk fel. A mi szempontunkból a második kérdés most az érdekesebb, ezért ez van elő. Az egyik az az, hogy vajon a kutyák akár agyműködés szintjén is képesek-e reprezentálni a már saját fajunk, vagy más faj, illetve az ember emocionálatáshoz kapcsolódó viselkedését.
És ugye ezt a viselkedést ezt úgy tudtuk előidézni, hogy felvettünk hangokat különböző emberektől, meg kutyáktól, amiben benne van ugatás, morgás, visítás, nevetés, sírás, amit el tudnak képzelni. Ezeket megfelelően ezt standardizáltuk, illetve még azt is megcsináltuk, hogy egy csomó emberrel, lehet, hogy valaki közül magunk között is részt vett ebben, interneten keresztül megbecsültettük, hogy az adott kutya vagy emberhangok ők milyen kellemesnek ítélik meg. Tehát volt egy ilyen emberek által megbecsült kellemesség pontszámunk is, és ezt a hangot a kutyák, ugye most képzeljék el, 6 percen keresztül egyiket a másik után hallották ezen a fenntől lehetőben látni, van egy részben ez a fülhallgató keresztül, és abban reménykedtünk, hogy annak jelent szegények ebben a szerencsétlen pozícióban vannak, az agyuk mégiscsak gondolkodik azon csúnyán fogalmazva, hogy mit is hallanak, és ennek lesznek neurobiológiai következmények. A másik nagy kérdés pedig az volt, hogy hát a fajokat elkülönítik-e, tehát az tudja a kutya ettől az érzelmi átvétel függetlenül, hogy ember vagy kutya hangot hall-e. Hát nagyon izgultuk, hogy mi jön ki, én aztán pláne, Attila is szintén, ő ember agyakkal dolgozott korábban, tehát ő is nagyon oda volt, hogy mi fog történni. Az első eredmények, tehát ez az első feldolgozás, nem a boldog örültünk neki, mert azt mutatta ez a sok folt, hogy a kutya hall. Ami persze nagyon jó. Ez azért is jó, mert mondtam, hogy a készülék borzasztóan hangos, tehát én azért abban a csatlaszában meghallani egy nevetést, vagy nem csak hogy meghallani, hanem komolyan benni processzálni, azért az mégiscsak egy nagy dolog, mert hát azt is mutatta, hogy a mi készülékünknek egyáltalán jól működik, és még azt is hozzá kell tenni, hogy ugye ez egy, mondjuk, ha ezt veszük egy egységi emberi agynak, akkor azért ugye most itt nem csak kutyások vannak, mondhatom, hogy nem volt olyan senki sem, hogy ez a hatalmas volt, ez ugyanakkor a kutya esetében, itt ugye ez földet nagyítva az összehasonlítását kedvéért. Magyarul, ugye azért is izgultunk, hogy a készülék legyen annyira érzékeny, hogy a sokkal kisebb, tehát ilyen, mondjuk azt, hogy kisebb avokádon, mi nem akarom megbánni a futárkutyákat, adja a rendelkező ebeknek az elektromos aktivitását, vagy pontosabban agyi működését is, mert ezt nem lehet mosárok még, mindegy tudjuk mérni. No, ami a lényeg a mi esetünkben az, hogy lehet látni itt a piros foltokat ugye embernél és kutyánál is, a különböző színek azt mutatják, hogy ha halk állapotokhoz, tehát csendhez hasonlítjuk a agyműködést, akkor biztos szereteken kapunk aktivációt, legalábbis itt a halál temporális lebegőben embernél, és ennek megfelelően a kutyánál is van a kutyára érzékenyebb, a csenddel szemben a kutyára érzékenyebb, vagy emberre érzékenyebb területek. De ez a feldolgozás csak azt mutatja, hogy a kutya tényleg és az ember is hal, és vannak különböző mintázatok. Ami igazából izgalmas az az, amikor megnézzük, hogy különböző módon csoportosítva a hangokat, vannak-e olyan területek, amik specifikusan csak arra az egy kategóriára tetszik érzékenyek, és hogy ezek a területek hol vannak az agyban, embernek és kutyának. Itt nagyon sokféle, hogy mondjam, jelölés van, amiben nem is, hogy érdemes van felmenni. A lényeg az, hogy két kérdést tettünk ugye fel, inkább úgy mutatom, ugye emberhang a specifikus agyterület van-e emberben, illetve kutyában, és azt tapasztaljuk valójában, ha megnéztük ezt az ábrát, hogy ennek a temporális területnek az ember és leginkább ugye ezek a csúcs részei maradnak csak pirosak, tehát nem mutatnak más szín. És ez azt utal, hogy és ezt egyébként emberi kutatásból is lehetett tudni, meg itt az inferóriás frontális kortexben is, hogy vannak az emberi agynak, és ezt mi is megtaláltuk, ennek is az örültünk, mások által már kimutatottak olyan területei, ahol valóban az ember úgy néz ki, hogy az ember hangokra érzékeny. És itt történik meg az ember hangok elsődleges feldolgozása. Ember agyban kutya hangra specifikus terület nincs. Ez nem meglepő egyes kutyások számára, de úgy néz ki, hogy az étén nem tudott az emberi evolúción, tehát egyébként maradunk a saját fajunk specificitásánál. De aminek viszont megörültünk, hogy ehhez hasonló analóg agyi területen, egyesül az ectocervicalis vírusnak a középső részén megtaláltunk egy kutya specifikus területet, ami azt jelenti, hogy a kutya agyban van egy olyan agyterület, ami a kutya hangoknak a feldolgozására tetszik fele.
Magyarul mind a két fajban van egy olyan agytömbök, amelyik a saját faj hangjainak a feldolgozásáért felel, tehát ebből a hang folyamból a kutya is, meg az ember is ki tudta szedni azt, hogy hoppá, egy kutya ugatás, az egy ember nevetés, egy kutya sírás, ember sírás, tehát ilyen értelemben az agy teljesen jól működött mind a két faj esetében. A másik kérdés, ami az érzelmi töltetre vonatkozott, az tulajdonképpen nagyon még érdekesebb választott, és ez volt, ami a barátság szempontjából beszélünk, én pár érdekel, az az, hogy nem találtunk olyan területet egyik agyban sem, sem a kutyában, sem az emberben, ahol külön lett volna az érzelem feldolgozás, inkább úgy mondom, hogy mind a két agyban, a kutyában, itt ez a sárga folt, és mellette ez a, mondjuk azt, hogy rózsaszínes lila folt, illetve az emberben ugye itt ez a rózsaszín, és ami rajta van a sárga folton, az az agyterület, ami függetlenül attól, hogy ki bocsátja ki a hangot, felelős azért, hogy a pozitívabb érzelmű hangokat feldolgozza, érzékelni valamiféleképpen kezel. Tehát úgy néz ki, hogy a kutya és az ember is, és ez ilyen szempontból mind a két vonatkozásban egy új információ volt, rendelkezik egy olyan területtel, amely fajtól függetlenül, feltétlenül a hangoknak a specifikus és érzelmekhez köthető akusztikája miatt értelmezi azt, hogy a konkrét hang az most inkább pozitív, vagy hogyha mennyire pozitív, legalábbis amennyiben a pozitívságot most az ember becsésre alakozunk. És ilyen szempontból az is érdekes volt egyébként, amit csak megerősíti ezt a dolgot, hogy ez a feldolgozás, amit ember esetében azért szintén lehetett már sejteni, és főleg a jobb féltekéhez kötött, ezt a kutyában is főleg a jobb féltekében találtuk meg erőteljesebben. És ez azt jelenti, ugye, ha most ugye nagyon gyakorlatias értelmezésbe mennénk át, hogy hát itt úgy néz ki a helyzet, hogy a kutyánál könnyen lehet, hogy ez segíti azt a fajta barátság kialakulását, azt a fajta hozzáállást, hogy az ember érzelmeivel és a kutya ellen elég jól tud foglalkozni, és elég jól tudja ezt kezelni. Nem csak mi vagyunk ezt egyedül, akik ilyesmikkel foglalkoznak, és csak hogy egy másik kutatást röviden bemutassak, mások ugye mi a hangokkal, mások a vizuális ingerrel foglalkoznak, és például ugye ez egy érdekes kutatás szintén, hogy vajon meg tudja különböztetni a kutya az különböző emberi arcokon látható érzelmeket. Nem biztos, hogy teljes mértékben tisztában van az érzelem kifejezés mögötti érzelemmel, de a lényeg ugye nem az, hogy a barátunk feltétlenül, hogy mondjam, iszonyú milyen empatikus egy irányba, hanem az a fontos, hogy úgy viselkedjen, mintha empatikus lenne, mert ez a mi szempontunkban nyilván az igazából az érdekes. És azóta egyébként pont egy héten élt meg egy olyan publikáció, ahol osztálytatók azt mutatták ki, hogy a kutyák arra is képesek, és ezt még én is azért többször elfogom most a publikációt, mert nem akarom érteni, hogy mi jön ki, de egyre kétek vagyok elhinni. Tehát az történik, hogy a kutya lát egy ilyen fél arcot, vagy fél fejet, amúgy van egyfajta érzelem, vagy egy mosoly, vagy pedig valami, most ebben esetben éppen egy dű kifejezés, akkor meg tudja találni hozzá a pályát. Amit még nekem is sokszor problémát jelent, ugye, hogyha az ember a másik ember, csak a férfét látja, hogy most milyen érzelem lehet a másik fején, de úgy néz ki, hogy működik. Tehát annak ellenére a kutya látása problémás, mert az emberhez képest nem olyan éles, hogy többi. Tehát valójában van arra, úgy mondjuk ez egy konvergáló tény, vagy adat, hogy itt nagyon hatékony érzelmi viselkedés, felismerés az, ami zajlik. És ez ilyen szempontból a kutya barátsága azt fogja. De most itt kénytelen egy picit ugranunk, és hogy zárásképpen azt is teljesítsen, hogy minden jó mindez. Ugye? Mert az világos, hogy akinek van kutyája, értelmezhetem, de mi van, akinek nincs kutyája, az most akkor mit tud ezek az etológusoknak a gondolatával kezdeni? Hát a dolog úgy áll, hogy itt a fiúk számára van valamit keresni, hiszen a projektek az lett az érdekes, a kutatások az érdekes mellékterméke, hogy meghívtak minket egy pályázatba, ahol azt próbáltuk kideríteni, hogy a robotok esetében mi az a lehetséges interakció, amiben egy robot, egy ember viszonylag jól tudja magát érezni, persze főleg itt az ember oldalon gondolok, hogy rengeteg egyetlen időt ebben közben a kutatásban,
az, hogy mi jött ki, azt jobb, ha nem bolygatjuk nagyon, mi rengeteget tanultunk ebből, mondjuk így, és rájöttünk közben arra, hogy ez egy olasz izgalmas terület, annál is inkább el a robotot, a mérnököt építik, és a mérnökök nem azok, akik igazából a viselkedés mi ismerői, ez nem feltétlenül baj egyébként, de az ő magas elképzelésük az az, hogy olyan robotot kell csinálni, amilyen már van élőben. Tehát, ugye van nekünk ez a tündér anyós kis fókánk, és akkor csinálunk ilyen tündér anyós, ami több uta fóka robotot. Van nekünk ez az előbb emlegetett barátunk, és akkor csinálunk helyette, vagy mehetni egy ilyen bátok szörnyet, amit úgy kucsának néz ki egyébként rendben módon, és a kollégák már a pályázat van gyártottak egy ilyen félelmet, hát ettől én tényleg rászkaptam ettől a gyerekrobotról, most ez a gyerekrobotok a legszörnyűek, de mindegy, valamivel jobbak ezek a csinos nőket, de az igazság, hogy ez 10 méteres távolságon kívül. Tehát amikor veszünk, hogy azt hiszünk, hogy van, amikor közelről is ugye szörny. No. Tehát igazából a probléma az az, hogy valóban ami a mérnöki gondolkodás, hogy nyilván teljes olimpus olyat kell építeni, ami már a természet kitalált, hidat, vonatot, stb. Ami működik. Mikor vitatkozunk, akkor sokszor azt szoktam nekik mondani, hogy figyeljetek, próbáljuk egy másik megközelítést alkalmazni. Ugye a ti robotok nem működnek, azt lássuk be, de van nekünk egy robotunk, és ismerjük jól, ezt úgy hívjuk, hogy kutya, és a kutya az nem más, mint az első biorobot, ami feltalálódott, ugye, és lényegében, ugye, mit csinál egy robot? A robot olyasmit csinál, amit az ember önmaga nem annyira tud maga megcsinálni, ehhez robotokat gyártunk, aki megcsinálja helyettünk a különböző feladatokat. Tehát a kutya, hogy lehet egy robot, mint eladtuk ugye nekik ezt a kutya sztorit, egy teljesen más történetben, amelyek az a lényege, hogy a kutya is azért alakult ki, mert olyan funkciókat hajtott végre, vagy pontosabban képes volt irányítani, amelyeket az emberek adott esetben nehezebben, tehát mondjuk akkor terelik a nyájat, védik, őrzik a házat, vagy éppen őrzik a nyájat, tehát csomó minden ilyen munka is vár pakliban a kutyákra, és az embernek a kutya kapcsolata, ugye, és itt most visszatérünk a fölmondani valóra, az tulajdonképpen mind annak ellenére működik, és mind annak ellenére barátságként foghatom fel, hogy aztán a hasonlóság, főleg ugye ránézése azért nem igazán érvényesül. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember képes valójában egyáltalán nem emberszövényekkel is szoros szociális kapcsolatot létrehozni, valamilyen furcsa módon, és ilyen értelemben a mérnökök szeretnének valamit elérni, és olyan robotokat gyártani, amelyek mondjuk az emberrel kapcsolat kiépítésére alkalmasak, akkor a kutyát kell talán ténylegesen tanulmányozni, és hát mi ebben segítettünk neki. Nagyon fontos, hogy ugye ha valaki esetleg ez otthon elmesélve van, akkor tessékszeresen azt is elmondani, hogy az etológus tanár úr nem azt mondta, hogy kutyarobotot építünk, nem fogjuk kidobálni a kutyákat az ablakon, nem cseréljük le elektromosan, csengő, zöldből, stb. Lényekre, hanem a koncepciót veszünk csak át, és a kutya megmarad a kutyának, reméljük még az emberek kihalása után is. Ennek aztán az lett a következménye, és most bemutatom Econ röviden egy kis film elejét, ami aki talán már a 6. emeletben jár, és néha bekukkant a tanszéki a üveg ajtón, akkor láthatja a piros ruhás, vagy hát ruha nélkül, de piros egyébként Econ, aki részben éjjel jön, részben portás funkcióra próbálunk rávenni. Hát nem egy egyszerű helyzet, ugye mindenki ismeri ezt az épületeket, a sajátságát, hogy valahogy kimaradt egy kábel a rendszerből, tehát ha valaki becsönget, ugye, tehát több modern dolog, akkor ugye nem tudunk mi ki a bejegyzeti segíteni, oda kell menni és be kell az életet engedni a középkori módszerrel. De most mi azt dolgoztuk ki, hogy mi lenne, hogyha Econ csinálná mindezt, ami számunkra, tehát ez csak azért is mondom, hogy nem tessék meglepődni, azért mi nem tartunk ott, de minden esetre Econ alkalmas lenne arra a feladatra, hogy mi tökösen ellát, hogy a talszébe látogató akár ismerős, akár új kollégát, vagy bárkit bevezessen, és ilyen értelemben hát segítsi a munkákat, mert ugye amíg az ember enged minden látható tanszékre, nem igazán tud dolgozni, tehát a robotnak ilyen szempontból nagyon fontos szerepe lenne, és ez most éppen hát a kibontakozó fázisban van. Ma már ugye ez most a robotnak a képen, amit ott lehet látni.
ő lát ebben a helyzetben, és nyilván hát ott lehet látni most a tanszéki folyosón, ami egyébként robot barát folyosó hozzáteszem, tehát ugye nagyon szépen sikra van készítve, tehát ilyen szempontból nagyon jó helyzetben van. És lehet látni a robotnak különböző viselkedés formáit, és igazából ugye a lényeges dolog, ami az egész egy kifut, és hol vannak a kutya-robot párhuzamok, majd még úgy is látják élőben, remélem megmond, tehát most kicsit majd leveszem a képet, itt most éppen még a konyhában is kivészi a látogatót, és hát láthatóan ebben egyébként teljesen önállóért is tudna elvileg élni, ha működne olyan megbízhatóan, mint egy kutya, itt azonban még a kutatás nem tart. Tehát azt akartam csak mutatni, hogy valójában ugye, ha már van egy hardware-ünk, akkor az ekológus ott tud segíteni, hogy megkérdezzük az illetőtől, mármint a mérnöktől, mi lenne a funkció, ugye mondta a kortárs öreget, időseket segítő robot, sok mindent egyéb, és akkor azt is megkérdezzük, hogy és akarnak-e, és akarnak, milyen szociális kapcsolatot, a lehetőségét hozzáteszem, tehát nem kötelező, a lehetőségét a robot és az ember között. És akkor elővesztük a mi kutya, barátság elleni viselkedés tárunkat, és azt mondjuk, hogy hát uraim, a következő helyzet, itt vannak ezek a viselkedési lehetőségek, ezzel most már van némi tapasztalat, hogy mi mennyibe kerül a robot piacon, tehát kötődő robotot ellajtani viszonylag olcsó. Viszont érzelmi állapotokat felismerő robotot nagyon nehéz, mert ugye ahhoz az kell, hogy a robot ténylegesen az embernek az arcának az apró vezdülését csinálja. De viszont ugye, ha valaki jól kötődik, tehát a kötődési mintázatot hozza, akkor az nagyon hatékony, hogy hatásos tud lenni. Tehát lehet, hogy a mérnököknek nem kell törődni ezzel a több milliárd dollárs projekttel, mert úgy sem fog összeérni, viszont hogyha kiválasztak néhány olcsó, tehát például féltékenységet olcsón tudunk előállítani robotviselkedésben, és ezt megfelelő módon adagoljuk, akkor igazából a szociális kompetencia szintjén összeállítunk egy olyan robotot, amit az ember épp úgy tekinthet, inkább vagy kevésbé a barátjának, mint mondjuk egy olyan, ami abból indul ki, amit nagyon sokan gondolnak, hogy ha valaki tényleg felismeri az emberi arcnak a legapróbb rezgéseit, és ilyen képességekkel bíró robot, akkor az emberek azt imádni fogják. Hát vagy imádják, vagy nem, az egy másik kérdés, de is sajnos a gyakorlat az, ami ezt valójában el fogja dönteni. És ilyen szempontból én úgy látom, hogy az ekológia most eljött oda, és ez szerintem megint csak egy ilyen hazai kezdeményezés lesz, én még az elején tartok, hogy megalapítanánk ezt az etnorobotika nevű kutatás irányt, most már a szót kezdődik elterjedni, mert sokat írjuk be a Google-ba, csak ennyi az oka, de azért dolgozunk rajta, de valójában van ennek értelme is, ugye az az, hogy egyfajta interdisziplinális megközelítés adni, hogy részben a robotikának tényleg kell komolyan venni azt a technológiai tudást, ami benne van, és ezt, hogy mondjam, körülpásztázni olyan etológiai tudással, ami a robotok viselkedésének a kialakításában fontos szerepet játszik, és nem beszélve a koncepcióról, amit próbáltam ebben a néhány percben felvázolni, ami ahhoz kell, hogy az emberek gondolkodását átállítsuk, nagyon nehéz, a mérnökökkel imádjuk, szeretjük őket, ennek ellenére több év után is azt gondolják néha, hogy mi kutyarobotot építünk, tehát nagyon nevetünk vele, és néha megkezdik, hogy nem lehetne egy farkot rátenni a robotra valahol, ilyenkor rácsinálta a kollégám, hogy az égnek áll, meg az enyém is, de ezt nagyon fa arccal tudjuk most már viselni, tehát emóciókat nem mutatunk, már csak a barátság az megmaradjon tovább közöttünk. Igazából, amit szerettem volna mondani, az annyi, hogy vázas szociális rendszerek vannak, ezek közül, ha valaki analógiákat keres a kutya-ember viszonyra, akkor én azt mondanám, hogy leginkább ezt a barátság koncepciót érdemes komolyan venni, és ezek az elemeit aprólékosan megvizsgálni. Pontosan a tekintetben, hogy melyek azok a speciális képességek kutya vonatkozásban, ami ezt a barátság kialakulást segítik, és akinek van kutya barátja, vagy több kutya barátja, az tudja azt, hogy ez nem egyforma. Tehát vannak kutyák, akik például nem is féltékenyek egyáltalán, ettől még ennek barátságban vagyunk, és van a másik fele is a dolognak. Tehát a képességek azok változatosak, ha tetszik, ilyen fuzzy rendszer az, amit működik. És a tanulság az az, hogy a kutya, ha valami ilyen más nem jó, arra biztos jó most már, hogy robotokat fejleszünk e tekintetben, és ezzel örömöket okozunk embertársainak. Ha valaki erről többet szeretne olvasni, akkor a nyári Scientific American-ben lesz ember cikk, a kutya, mint az ember barátja, 200 éves történet, sok új
amiket nem lehet mondani, de talán az lenne a legszebb befejezés, hogy most megköszönném a figyelmet, és mindenkinek további jó, szép, békés estét kívánok, barátokkal együtt lehet.